Három norvég diák egy hétig vendégeskedik Bábolnán, és a kísérő tanáruk is. Arra szeretnék rákérdezni, hogy ez a kapcsolat a Petkó iskola és a norvég iskola között honnan datálódik, és egyáltalán hogyan alakult ki? It's a special stipend called Leonardo da Vinci stipend, who is Norvégia része annak a Leonardo programnak, ami az Európa Unión belül alakult. Ez a három kislány, illetve lány nagyon szeretett volna ebbe részt venni, és engedélyt kapott rá, hogy részt vehessen. A hölgy úgy tudom tanárként érkezett ezzel a delegációval. Ő mit tanít, és milyen reményei vannak, hogy itt milyen plusz információkat fog kapni ebben az iskolában? Anatómiát és fiziológiát tanít, természetesen a lovak anatómiáját és fiziológiáját. Ezt elméletben tanítja, a lovaglás gyakorlatát nem tanítja, viszont gyakorlatban tanítja a kocsi hajtást, a fogathajtást. A három lány Norvégiában lovagol, és közülük az egyik fogathajtást tanul. Mi az a különbség, amit itt legelőször észrevett az ottani iskola rendszer, vagy ennek a szakmunkás iskolának a egész struktúrájával, és a miénkkel összehasonlítva? Ő azt találta az első benyomásaként a legnagyobb különbségnek, hogy sokkal nagyobb itt a fegyelem. Norvégiában nagyobb szabadságot kapnak a gyerekek, ott egy kritérium van, hogy reggel ott kell találkozni az iskolában. Ezt gondolom örömmel hallották a magyar pedagógusok, és főleg a bábolnaiak. Október 1-től egy 5 hónapos képzésre érkezik majd 6 norvég diák ide. Ez a mostani delegáció, azt gondolom, tapasztalatokat is visz majd haza. Mik azok a tapasztalatok, amiket majd elmondanak, és amivel felkészítik a októberben érkező fiatalokat? I hope these three students which are here now can ők biztos, hogy be fognak arról számolni, hogy nagyon jó feltételek vannak itt. Sok jó ló biztosítja az oktatást, és hogy a diákok nagyon jól lovagolnak itt. Educated in riding down here than we are in Norway. Két képzés között, a két ország képzése, szakember képzése között mi a legmarkánsabb különbség, ami feltűnik a hölgynek? Amiről ő azt gondolja, hogy jobb szakembereket tudunk képezni, az, hogy a feltételeink adottak hozzá, ami biztosítja ugye a fedeles lovarda, illetve a külső terület, illetve amit ő kiemelt, és ami nincs Norvégiában, az a jártatógép, és nagyon hasznosnak tartják, hogy ez itt van. Azon kívül pedig, hogy sokkal jobb képességű lovak vannak a képzéshez, mint Norvégiában. Tavasszal viszont innen Bábolnáról fog indulni Norvégiába, pontosan ebbe az iskolába egy tapasztalatcserére egy magyar csoport. Mit tudnak ők megmutatni, illetve mit szeretnének ők megmutatni, amit másképp csinálnak, vagy amit úgy érzik, hogy ők jobban csinálnak? Szeretnék megmutatni a specialitásukat, a fjord lovat, ami nagyon sokféle szakákban használható. Kocsiban, díjlovaglásban, és ami érdekesség, nagyon jó hegymászó lovak, úgyhogy remélik, hogy szívesen kipróbálják őket a magyar diákok. És ami érdekes, hogy sárga színük van egyébként, és kicsik. Három csinos norvég fiatal hölgy van itt előttem. Mik a tapasztalatok, miért érkeztek ők ide? A tanárnő már elmondta a tanári verziót, most arra vagyok kíváncsi, hogy a lányok mi célból érkeztek ide Bábolnára. It's really nice to be here to see Szóval nagyon jól érzik itt magukat, örülnek, hogy másik országban is megnézhetik, megtapasztalhatják, hogy az emberek hogy bánnak a lovakkal. Ami érdekesség számukra, hogy szalma van a ló alatt a boxokban. Mert Norvégiában mi van? Forgács van, ne forgács. Mik a benyomások, mire kíváncsiak leginkább? Nagyon szép város, minden tiszta, nagyon tetszik nekik. Norvégiából jöttek, ahol azért eléggé éjszakon van, és igen kemény tél van. Én most nagyon fázom, ő nekik mi a itteni térről a véleményük?
It's cold here as well, but in Norway it's raining. Hidegnek hideg, de Norvégiában sokkal több az eső, a hó, szürkeség van, köd van, itt meg van napsütés, tiszta a levegő, tehát azért van különbség a hideg és hideg között. That's okay. Dominika, gyorsan felé. Jó, most akartam.